Több mint egy hét eltelt már a partizános EP vita óta. Mit tudtunk meg ebből a vitából? Érdemes ebből a vitából egy videót csinálni. Én úgy voltam vele, hogy nem feltétlenül. Viszont van egy aspektusa a vitának, volt egy kis néhány perces szösszenet, amiről mindenképpen szeretnék. Ez pedig nem más, mint Torockai, Vörös Erik, Laposföld hívés kontra Dobrev Donát. Vagyis a vitának arról az aspektusáról akarok beszélni, amelyben Toroczkai László Grönlandot használva el relativizálta a klímakatasztrófát, a klímaváltozás tényét. És nagyon érdekes, hogy itt már ezen a borítóképen, amit a partizán csinált, Toroczkai László látható zöld színekben. Ez nem tudom, mi alapján jött ki. Mi hazánknak zöld színe van, ja tényleg igen, bizonyára azért. De hát zöld politikusnak semmiféleképpen nem lehet nevezni Torockai Lászlót. A vita értékeléséről csak egy percben szeretnék értekezni, és nem is a vitáról magáról, hanem a vita utáni hangokról, történetesen dévvilágáról. Dévvilága ugyanis csinált egy negyedórás órás videót, amelyben elképesztően, arrogánsan, cinikusan elmondta, hogy ez az EP listavezetők vitája egy semmitérő roncsderbi volt, ami gyakorlatilag a lúzerek vitája. Az, hogy Magyar Péter nem vett ezen részt, az csak jó, az erősíti a Tisza pártot, és nem is kell ezekkel a senki által nem támogatott képviselőjelöltekkel leülni, igazából vitázni a Magyar Péterrel, mert Magyar Péter már egy nagyobb brand, és ha egy politikai tanácsadó vagyok, akkor lehet, hogy én is ezt mondtam volna Magyar Péternek, hogy ne menjen el erre a vitára. De én nem egy politikai tanácsadó vagyok, hanem egy demokrácia szerető és demokráciát kikövetelő állampolgár, és ebből a szempontból viszont nagyon szerettem volna, ha a két szélső résztvevő, Dajcs és Magyar is részt vesz a vitán. Elvileg Magyar Péter a Fidesz leváltására érkezett meg a politikai szintérre, de ugyanazzal a fellengzős arroganciával áll néha az esetekhez, mint amit a Fidesz oldaláról is láthatunk. A Fidesz ugyanis nem vitázik senkivel, a Fidesz nem vitázik lefelé, és Magyar Péterről is az ri le, hogy nem szeretne lefelé vitázni se vonával, se a többi ellenzéki listavezetővel akár és Dave videós értékeléséből ugyanaz a Fideszes arrogancia ri le, amit leszeretnénk váltani ebbe az országba. Dave világa három-négy hónappal ezelőtt még MZP-nek a támogatója volt, majd megérkezett Magyar Péter, és egyből beállva az új reménység mögé, nem lehet őt egyébként ezért hibáztatni, de egy ilyen hihetetlen, cinikus, lesajnáló és lefele mutogató attitűdöt vett fel, ugye a többi képviselőjelöltel szemben, akikre azt mondani, hogy lúzerek, oké, okay, lehet, de azt, hogy ne számítan az, hogy ők mit mondanak, mégiscsak, ha most a közvéleménykutatásokat megnézzük, mégiscsak ők 20-25 százalékát képviselik a választópolgároknak. Lé Marietta mondjuk 5 körül állhat, a demokratikus koalíció 10 körül, Torockai 5 körül, Donát Annáik a jó tudja 3-5 körül, és ha ezeket összeadogatjuk, 20-25 mégiscsak ezen a vitán képviseltette a magyar szavazóképes állampolgárokat, és őket lesajnálni, hogy ők nem számítanak, szerintem meglehetősen antidemokratikus gondolat. Én sem vagyok nagy rajongójuk ezeknek a minipártoknak, vagy ezeknek az óbaloldali pártoknak, ezeknek az ellenzéki pártoknak, de aki hisz a demokratikus intézményrendszerekben és a képviseleti demokráciában, annak a vita intézményében és az ellenzéki vélemények közötti hangsúly eltolódások megvitásában is hinnie kéne elvileg. És nem kéne úgy hozzáállni az egész vitához, hogy mindenki csak fölfelé szeretne vitázni. Orbán Viktor csak Brüsszellel hajlandó vitázni, Magyar Péter csak Orbán Viktorral hajlandó vitázni. Dév világa, meg én nem tudom kivel hajlandó vitázni. Tényleg jó kérdés. Dév világa, vagyis Dév, aki nagyon sokszor ostorozza egyébként nagyon helyesen Torockai Lászlót, hajlandó lenne Torockai Lászlóval leülni és vitázni egyet? Ez egy jó kérdés, erre kíváncsi vagyok. Igazából csak arra akartam rámutatni, hogy átvenni a fideszes, lesajnáló, cinikus, arrogáns hozzáállást, és ugyanezt alkalmazni az ellenzékben, ez nem egy jó dolog. Ez nem vezet semmi jóra, ettől nem lesz demokratikusabb az ország. Én csak erre akartam rámutatni. Ahogyan Dévnek, nekem sem szimpatikus ez a felhozatal, de ez van, ebből kell főzni. Na de rátérve, Torockai Lászlóra, Vörös Erikre és Grönlandra, valamint a laposföld hívésre és a klímakatasztrófa elrelativizálásra. Nézzük meg az EP vita legjobb pillanatait. Kezdjük azzal, hogy Grönland ma nagyjából így néz ki. Ma, hogy térdig taposunk a globális felmelegedésbe, a zöld földnek nevezett Grönland nagyjából a nagy olvadások közepette egy repülőgépről így néz ki. Ez a nagy Grönland. Oké. Okay ez nem tűnik túl zöldnek. És ha megnézzük a vikingeknek egy másik szigetét, Izlandot, akkor az elnevezésből rájöhetünk, hogy ez jégföld. Jégföldnek nevezték el Izlandot, amely, hoppá, most jön a kafkai fordulat, sokkal zöldebb, mint a zöldföldnek elnevezett Grönland. Grönland, a zöldföld, sokkal jegesebb, mint a meglehetősen jeges Iceland, vagyis Izland. Hogyan lehet ez? Miért nevezték el a vikingek a jéghez képest meglehetősen zöld izlandot jégföldnek, és a jégföldhöz képest sokkal jegesebb izlandot, grönlandot zöldföldnek? <laughs> Remélem, tud még mindenki követni. A vikingek tudtak valamit, amit mi nem. A videón végére meg fogom válaszolni ezt a kérdést, de addig is annyit mondanék, hogy emögött az ellentmondás mögött is, mint meg annyi esetben egy marketingest kell keresni. Nem viccelek, itt egy marketing tevékenység áll a háttérben. A bajok többségéről tudjuk, mindig a marketingesek tehetnek. És ebben az esetben is erről van szó, és ezt a marketing tevékenységet fordítja át Torockai László egyfajta populista, szélső jobboldali, klímatagadó álláspontba. Na de, miről is van szó pontosan, hogy hangzott el az érvelés torockai lé részéről a partizánvitán? Mert tegyük hozzá, hogy amikor gödön szennyezik a talajt, a levegőt, az életünket, a környezet szennyezés nem áll meg a Unió határainál, nem áll meg Magyarország határainál. Az a szennyező gőz, ami onnan kijön, magzaskárosító. Nem csak a gödiek, a magyar lakosság, és utána megy tovább a Nézzük meg itt Torockait a jobb oldalon. Itt már pörögnek az agytekervényei, itt már kitalált egy fantasztikus történelmi analógiát, amivel a nagy lendületes, liberális Donát Annának az érvelését számításai szerint keresztül tudja húzni. Nézzük, fantasztikus jelenet volt ez a partizános vitában. Tovább lakosság felé is közös európai érdekünk, hogy az összes ilyen mérgezés... Itt már megvan Torockainak az érvelése, és nem is akármilyen érvelés lesz. És ellen fellépjünk Magyarországon is, az Európai Unió minden részén, hogy máshonnan se érkezzen hozzánk ilyen. Ki kell állnunk amellett, hogyha a magyar kormány nem mér meg minket, akkor nekünk kell innovatívnak lenni, és kiharcolni a politikai akaratot. Ehhez az kell, hogy agilis, nyomásgyakorlásra képes európai parlamenti képviselők menjenek az európai Úgy parlamentben, van. akik nem félnek új eszközöket találni. Itt torockai megköszörülli a torkát, felkészülve a nagy antréra, a nagy közbevetésre, a nagy történelmi analógiára, Mondjuk Remé remélem a... vörös Erik, viking hajós, Krisztus után 982-ben felfedezte Grönlandot. Úgy van. És azt a nevet adta ennek az új területnek, hogy Zöld Föld. Annak a területnek, amit évszázadok óta egy fehér, jéggel borított területnek látjuk. Ennek egyetlen egy oka van, hogy abban az időben, mondjuk ezer évvel ezelőtt, az egy zöldelő terület volt. Tehát a klíma folyamatosan változik. Az a kérdés, hogy mi okozza? mi okozza a klímaváltozást. De ahogy egyébként Donátonna is... Hú, itt nagy fújolásba kezdett a közönség, egyébként teljesen jogosan, de Torockai Lászlónak is nagyon érdekes az érvelése, hogy hogy lehet az, hogy ezer évvel ezelőtt, 982-ben pontosan Krisztus után, amikor Vörös Erik megjelent Grönlandon, el, ugyanakkor még nem volt Grönland, de elnevezte Zöldföldnek az hogy lehet, hogy akkor zöldebb volt Grönland, aztán ugye következett egy jegesebb időszak, és most megint úgy látszik, hogy olvad a jégmező, és egyre inkább kizöldel Grönland. Ennek számos oka van, és igazságmagvat abban is meg lehet találni, amit Torockai László mond, ugyanis a 14. századtól a 19. század közepéig volt egy kis jégkorszak, ugye, a középkorban, amelynek a hatására nagyon hosszú, nagyon hideg és nagyon jeges telek, illetve enyhe nyarak követték egymást. De ez önmagában nem cáfolja azt, hogy a 19. század után a kis jégkorszak vége után az emberi tevékenységből adódóan a globális felmelegedés nem egy ember által katalizált folyamat lenne, és ne lenne az emberi fogyasztásnak a kapitalizmusban ennek nagyon nagy szerepe. Na de hallgassuk még picit tovább a vitát. Mondta már, nem az Európai Unió a legnagyobb kibocsátó, a legnagyobb szennyező a világon. De hagyd mondjak már valamit. Szóval a de nekem volt. A tényleg melegebb volna. volt a Föld, ez igaz. A kedvenc mesém a dinótesók, de el ne higgye, amit mond Disney. Amikor a dinók éltek, akkor nem éltek homo sapiens -ek. Ezért. Úgy van. Az... Ez egy jogos érv Dobrev Klára részéről. És itt fontos megjegyezni azt, hogy a dinoszauruszok tulajdonképpen egy üvegházi környezetben éltek, ami az ember számára teljességgel élhetetlen. De a dinoszauruszok kipusztulása után, körülbelül 66 millió évvel ezelőtt történt ez, ugye utána még több millió, több tízmillió éven keresztül egyre fokozódott ez a felmelegedés. Ez a folyamat a paleocén-eocén hőmérsékleti maximumnak nevezett korban tetőzött körülbelül 55 millió évvel ezelőtt. Ekkor következett egy viszonylag rövid, körülbelül 100 ezer éves időszak, ami földtörténeti távlatokban nem sok, és ekkor történt az, hogy a globális átlag hőmérséklet körülbelül 12 fokkal volt melegebb a mainál. Nem tudom, ezt el tudjuk-e képzelni egyáltalán. Ez valahogy úgy nézhetett ki, hogy a földbolygó egy teljes szauna volt az északi pontjától a déli pontjáig. Az egész földbolygó nincsen jég, az északi sark környékén krokodilok úszkálnak, Grönlandon pálmafákat fúj a szél, a Föld egyéb területeit, a száraz földeket pedig elképesztő vízhiány, és szárasság, és sivatagi körülmények gyötrik. Gyakorlatilag így nézhetett ki a Föld. Ez az élővilágnak a tűrőképességét meglehetősen próbára tette, rengeteg faj pusztult ki a Földön, különösen a tengerekben, aminek a hőmérséklete, a vízhőmérséklete sok helyen elérte az 50 Celsius fokot is. Ebben ugye nem sok minden tud megélni. Ebben az időben a tengernek a kémiai összetétele is megváltozott, illetve a tengerek mélye, még a mélytengeri viszonyok is gyakorlatilag nehezen élhetővé tették a földbolygót. Valahogy így lehet lefesteni az 55 millió évvel ezelőtti legmelegebb korszakát a földbolygónak. No de, hogy jön ez ide? Nézzük tovább kicsit a vitát! Azt mondani hogy régen is meleg volt a földön, és ezért ez most nem okoz problémát, szerintem ez butaság. 15%-kal nő a halálozás minden egyes olyan napon, amikor hőhullámok vannak, és ezek a napok, ezek egyre gyakrabbak. Pár napja voltam nagy körösön. Igen, ez tényszerű, és a klímakutatók közt alapvetően azt lehet mondani, hogy konszenzus van abba, hogy a föld átlag hőmérséklete melegszik, és hogy ezért nagy részben az emberi tevékenység az okolható, de persze ilyenkor mindig tudunk olyan klímakutatókat, klímakutatókat hát mondani, akik kivételt képeznek ez alól, Innen is kiemelném a szélső jobb oldalnak a két kedvenc klímakutató panditját, ez Björn Lomborg és Michael Schellenberger. Ha valaki ezeket a neveket meghallja, akkor tudhatja, hogy itt valami nagyon szakmailag hiteltelen dolgot fog hallani. Én elolvastam mindegyiknek egy-egy könyvét, ami így önmagában elolvasva nagyon meggyőzőnek tűnhet, de ha kritikákat egyéb klímatudósoknak a véleményeit elolvassa, utána néz ennek az ember, akkor láthatja, hogy ezek kiragadott adatok alapján írt könyvek és egy előre kigondolt narratívára ráfűzve egy adatsorral alá támasztott, igazából klímatagadó írásokról, munkákról van szó. Mindig lehet az adatokat szelektíven értelmezni, mindig lehet úgy csűrni, csavarni, hogy az embernek a prekoncepcióját az adatok alá tudják támasztani. Ez nem egy helyes tudós magatartás, és azt látni, hogy aki objektíven vizsgálja a klímakatasztrófa, klímaváltozásnak a tényét, az gyakorlatilag konszenzuálisan arra jut, hogy ez igenis egy nagyon nagy veszély, és igenis az emberi tényezőnek szerepe, nagy szerepe van ebben az egészben ahol a gazdák kétségbe mutatták a búzatáblát, táblát, ami 20 centivel alacsonyabb a búza, és a méreg zöld színe helyett egy ilyen egészen sárkás zöld szín, attól félnek, hogy a két évvel ezelőtti asszály fog megismétlődni, ami brutális volt, és egyre gyakrabbak az ilyen asszályok. Igen, Klíma... Igen azt gondolom, hogy aki csak visszatekint 5, 10, 15 vagy 20 éves távlatban már az is észreveszi, hogy mennyivel Hidegebbek voltak a telek akkor, mennyivel több jég, mennyivel több hó volt akkor. Aki meg kicsit idősebb és 40-50 éves táblatokban is visszatud nézni, hát annak szerintem teljesen egyértelműek ezek a folyamatok. De most már ott tartunk, hogy néhány éves viszonylatban is lehet látni a nyaraknak a melegedését és a teleknek az enyhülését. Ha visszanézünk az utóbbi 5 évre, már ott is feltűnő változásokat lehet észrevenni. A változás sajnos van, és sajnos a Kárpát-medencét jobban érinti, mint bármely más földet, úgyhogy felelősségünk ez ellen fellépni, ezt ne vakat Hát akkor támogat. Igen, az Alföldnek az elsivatagosodásáról már ne is beszéljünk, amelynek a közelében van, ugye ha jól tudom, ásodhalom volt polgármestere, Torockai klimatagadó László. A szavazási magatartását is elemezni lehessen, és bemutatni azt, hogy mennyire szembe mennek a következő generáció magyar állampolgárainak az érdekével. Én is abban vagyok érdekelt, hogy a fiam lássa még havat. Megint. Bocsánat, bocsánat. Én is végighallgattam. Én abban vagyok érdekelt, hogy a fiam tudja, hogy mi az a hó, és ne kelljen elmenni a legmagasabb hegyekig. Abban vagyok érdekelt, hogy anyák napján hozzon nekem orgonát, hogy ismerje az orgona virágzását. Úgyhogy azt gondolom, és hogy egészséges levegőt szívhasson be, és ne kelljen attól rettegnie, hogy ő még vállalhat egy gyermeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a vitát folytassuk onnan, hogy egyszerűen felmérjük ennek a fontosságát. Mert az ilyen bullshit mellé beszélésekkel, hogy akkor mikor kezdődött a klímaváltozás, vagy nem, történik, van. Laposföldhívőkkel nem tudok vitatkozni. Mm. Hát a Torockai László eddig nem volt beoltva, akkor most be van oltva. Bár állítólag a nézőtérről, amikor a vakcinákról kezdett el beszélni, valaki bekiabálta, hogy Torockai, te is be vagy oltva, és ha addig nem is lett volna, akkor ezzel a beszólással beoltatódott egészen biztosan. De a verbális oltásba legalább nem fog belehalni, nem úgy, mint a Covid vakcinába, az ő elgondolása szerint legalábbis. Na de, amikor a szélső jobbnak ezeken a klímatagadó, klíma relativizáló érvelésén elgondolkodik az ember, vagy utána néz, ezek annyira könnyen megcáfolható érvek, hogy, hogy az, az, fájó, hogy ezeket a vitákat nem folytatja le itthon senki a szélső jobb oldalral. A szélső jobb oldalral. Itt is Donát Anna belemegy egy egyébként szenvedélyes, jó, érzelmes érvelésbe, és a végén le laposföld hívőzi Torockai Lászlót egyébként nagyon viccesen, de ezzel még az érvei továbbra is állnak Torockainak. Azzal kapcsolatosan, hogy hát régen is volt klímaváltozás, most is van, régen is zöld volt Grönland, hát most is zöld, mi a baj ezzel? Na de mi a baj ezzel? Nézzük meg, van egy nagyon jó telex cikk, egy nagyon kis rövid dolog, amiben így nagyjából körvonalazni lehet, hogy mi is a probléma ezzel. És akkor utána beszéljünk a Vörös Erikről és az ő marketing tevékenységéről, 982-ből, Krisztus után természetesen. Itt van a Telexen Fehér Jánosnak a február 14-én megjelent cikke, azzal a címmel, hogy Grönland olyan zöld, mint ami ennek utoljára a vikingek láthatták. Lehet, hogy ezt a Telex cikket olvasta egyébként Torockai László, és ez alapján hozta fel néhány hónappal később ezt egy vitában érvként, de hát nem nagyon nézett utána, hogy mi is van ennek a hátterében, de én megtettem egy kiváló könyv alapján, amiről mindjárt fogok beszélni. Fehér János azt írja, hogy Grönland neve becsapós, hiszen zöld földnek lehet fordítani, miközben területének meghatározó részét állandóan jégborítja. Ez nem volt mindig így, volt olyan melegebb periódus több, mint 40 ezer évvel ezelőtt, amikor elolvadt a jégtakaró, és növények uralták a szigetet. És ahogyan én mondtam, 55 millió évvel ezelőtt pedig pálmafák voltak Grönlandon. A sziget a nevét vikingektől kapta, bő ezer évvel ezelőtt is volt pár fokos felmelegedés, így néhány öböl környéke valóban kizöldült, de azért Grönlandot mégis inkább havasnak, jegesnek ismerjük. Az utóbbi évtizedek felmelegedése viszont jelentősen átrajzolta a tájat. Az 1980-as évek óta készített műhold felvételeket alapul véve készült tanulmány szerint mára 28,5 ezer négyzetkilométernyi jég, ez Magyarország közel harmadával megegyező terület tűnt el, kopár sziklákat, vizes élőhelyeket, cserjéseket maga után hagyva. Grönland a felmelegedésnek különösen kitett. Az 1970-es évek óta a globális átlagnál kétszer gyorsabban melegszik, a 2007 és 2012 közötti éves átlagos hőmérséklet 3 Celsius fokkal volt több, mint a 79 és 2000 közötti átlag. Ez durva, ez nagyon soknak számít. Valószínűleg a középkori felmelegedés időszakában nagyjából Krisztus után 900 és 1300 között volt ilyen zöld grönland. Ugye 1300? Öttől datálják a középkori kis szakot a tudósok, amely egészen 1850 körül ig tartott. A jégtakaró akkor kevésbé volt kiterjedt, mint manapság, és valószínűleg a növényzet is kiterjedtebb volt akkor, ahogyan azt a viking feljegyzések is sugalják. Ha az összes grönlandi jég elolvad, akár 7 méterrel is emelkedhet a vízszint, ráadásul az óceánokba jutó édes víztömeg hatással lehet olyan áramlatokra, amelyek az éghajlat szabályozásában vesznek részt. Igen, és itt azt lehet mondani a globális felmelegedéssel, illetve a klímaváltozásával kapcsolatban, hogy itt nem is egy-egy dolog a nagyon jelentős, amely egy olyan változást fog indukálni az emberi életbe, ami jelenleg beláthatatlan, hanem hogy ezek egymást gerjesztő folyamatok, és az egyik folyamat katalizátora lesz a másiknak, a másik meg a harmadiknak, a harmadik a negyediknek, és ez egy ilyen kis gömböcs effektusként beláthatatlan károkat fog okozni a földbolygón lévő ember létezésének. Nem is a földbolygónak, mert a földbolygó már nagyon sok minden túlélt, de az embernek magának. Majd erről is fogok részletesebben beszélni, politikai aspektusból, hogy maga a klíma elleni harc, mint politikai tevékenység, az mennyire produktív, mennyire kontraproduktív, illetve az ezt képviselő politikusaink mennyire a megfelelő szereplők erre. Nekem ezzel nagyon sok problémám van, illetve nem azt látom, hogy ennek releváns, jó erkölcsi érzékkel rendelkező képviselete lenne. Magyarországon abszolút nem, de még Európában sem. Most is vannak egyébként botrányok a mellettünk Ausztriában lévő zöld EP lista vezető személyével kapcsolatban. Például érdekesség: Léna Schillingnek hívják az ottani képviselő hölgy jelöltet, aki 23 éves, és elképesztően undorító hátba szurkálások révén került ő a zöld párt lista vezetői helyére, és hát nagyon sokaknak nagyon szúrja a szemét például Greta Thunberg is, és az Európa Parlamentben lévő zöld képviselők is. Ez egy külön részt, külön videót is megérne majd egyszer, illetve hogy mi lenne a helyes képviselete a zöldeknek, illetve hogy érdemese úgy beszélni, Politikáról, hogy külön zöld politikusokat említünk meg, ugyanis ez mindenkinek a közös ügye kellene, hogy legyen, és nem ementén kellene szerveződnie külön ö, politikai frakcióknak, pártoknak, hanem igazából, ahogyan a Puzér egyébként tök helyesen mondja, hogy a jövő az vagy zöld, vagy semmilyen. Én ezzel valahol egyetértek, és ezt én is hasonlóan fontos témának találom. Tehát itt meg annyi. Aktuálisabbnak tűnő, probléma mentén tud megszerveződni sajnos a politikai diskurzus. De most érjünk rá, végre Vörös Erikre, Krisztus után 982-ből, egy kiváló könyv kapcsán. Néhány éve jelent meg Mark Rosenlund, finn újságírónak, ez a kiváló kötete, az időjárás és a történelem. Özönvíz, szárasság, jégkorszakok, éhínség, népvándorlás alcímmel. Itt a mongol, aranyhordától, Cézáron át, ugye a vikingekig mindenről van szó, arról, hogy az időjárás hogyan befolyásolta, formálta, illetve alakította a történelmet. Akit érdekel a történelem, az fantasztikusan érdekes dolgokat fog ebbe találni, és minket érdekel a történelem, ráadásul most Vörös Erik történelme nagyon érdekel, és itt van a könyvben, bejelöltem ezzel kapcsolatban egy rövid kis részt. Így hangzik: Körülbelül 930-ban járunk, amikor egy bizonyos Gunbjorn izland partjánál komoly viharba került. A szél Gunbjornt és legénységét eltéríti az iránytól, és nyugat felé sodródnak. Amikor elül a vihar, a vikingek egy számukra teljesen ismeretlen part előtt néhány kisebb sziget között találják magukat. Günbjörg partra száll, és mivel tetszik neki a látvány, az új földet el is nevezi Günbjörn szigeteknek, hát mi másnak, nyilván saját magáról nevezi el. Günbjörnnek sikerült visszajutnia Izlandra, ahol nagy garral hirdetni kezdi, mit talált. Az utána következőknek a más tervei vannak az új terület nevét illetően, így a Gyűnborg szigetek csak munkanév marad. De kelet Grönlandon egy hegy legalábbis az ő nevét viseli, ugye a mai napig Grönland legmagasabb hegye. Ez csak nem 3700 méterrel nyúlik a tengerszint fölé. Mintegy 50 évvel később, 982 körül érkezik el az ideje a következő expedíciónak. Ezúttal Erik Tornwaldson, azaz Vörös Erik érkezik keletről. Izland időközben megalapította a világ legrégebbi, mindmáig fennálló demokráciáját és parlamentjét, az Altingit. Ez az intézmény tehát immáron több mint ezer éves. Az Altingben Vörös Eriknek meglehetősen rossz a megítélése. Megölt egy embert, és a fiatal demokrácia szabályai szerint törvényen kívülinek nyilvánítják. Az ítélet értelmében Eriknek három évre el kell hagynia Izlandot. A jelek szerint a törvényen kívüliség öröklődik. Annak idején Erik apját hasonló okokból száműzték Norvégiából. Eriknek semmi kedve keletre, Dánia vagy Norvégia felé indulni. Hallott viszont egy nyugati földről. Amerre egy bizonyos günbjörn hajózott, ami nem is hangzik rossz alternatívának. Így hát, Erik, legénységet szed össze, és Nyugat-Izlandról indul útnak. Amikor Grönland keleti partjához ér, délre fordul, megkerüli a sziget déli csúcsát, és attól nyugatra a mai kimondhatatlan nevű helyre száll partra. A következő három évet Vörös Erik azzal tölti, hogy felfedezze az új földet, amelynek a Grönland nevet adja. Erik ravaszabb, mint az az új ember, aki izlandnak nevezte el az általa megtalált földet. Rájön, hogy megnyerőbb névre van szükség ahhoz, hogy keletről telepeseket tudjon odacsábítani. Vörös Erik szagájában is azt olvashatjuk, hogy az ország neve, Azért lett Grönland, mert ha az országnak szép a neve, az oda csalogatja az embereket. Más szóval, a megtévesztő reklámkampány egyik első példájával állunk szemben, és az valamelyest be is válik. Mai mércével nem éri Grönlandot nagy roham, de a skandináv kolónia fénykorában közel 5000 ember él ott, ami nem is rossz. A zöld ország, ahol vörös Erik és emberei letelepedtek, Ugyanolyan kopár, mint Izland, ahonnan jönnek, de összességében élhető hely. Ugyan a középkori meleg időszakban Grönland nem sokban tér el a maitól, mégis jóval termékenyebb, mint az ezután következő kis jégkorszakban. A skandináv kolónia idején például a nyírfa aránylag nagy területeken megtelepedik, a skandinávok építő és tüzelő anyagnak használják a völgyekben zöld fű is akad a haszonálatoknak, a fjordokban és patakokban hemzsegnek a halak, a partok mentén tengeri madarakat és fókákat is lehet fogni. Vad rénszarvast és sarki rókát bejebb is találni a száraz földön. Borók cserjék és ehető bogyók nőnek a völgyek mélyebben fekvő, védettebb részein. A vikingek idején a szőlő azonban nem él meg Grönlandon, bár néha azt állítják, hogy igen, szőlő utoljára 60 millió éve nőtt ott, ugye, ahogyan már korábban beszéltem róla, a föltörténetben, a legmelegebb korszakban. No de, mi a tanulság ebből? Az, hogy már a középkorban is voltak nagyon rafinált marketingesek, nevezetesen Vörös Erik is ilyen volt. Továbbá, Érdekes megfigyelni Grönlanddal kapcsolatban, hogy az ezredfordulón, a magyar honfoglalás környékén, ugye a skandináv kolónia viszonylag jól elélhetett ott, még ha nem is túl nagy számban, egy ötezres főt számlálva, és a későbbiekben ez egyre fogyó fogyni kezdett a szigeten, méghozzá a bekövetkezendő kis jégkorszak miatt. Ezek... Az elemek, amelyeket itt a végén felolvastam, ezek, amelyek élhetővé tették a vidéket, ezek egyre kezdtek kifogyni. Ezek az erőforrások, mint hal, cserjék, bogyók, akármik ö, fa, forrás, ezek kezdtek elhalni, kezdte jég és hó benőni, illetve betakarni ezeket a vidékeket. És azt lehet mondani, hogy a kezdeti sejtésekkel ellentétben nem Pest is végzett az itteni skandináv kolóniával, nem rablóhadjáratok, nem megszálló erők, hanem szépen lassan úgy döntöttek az itt élő emberek, hogy a zord időjárási körülmények közepette nem akarnak már ott szenvedni a 14.-15. században, amikor már gyakorlatilag a fő pénzügyi forrás, vagy hát a fő kereskedelmi cikk, árucikk, az a fóka agyar lett. Ott tartottak, hogy mindez, ami élhetővé tette Grönlandot, a végére már csak fóka agyarrá változott, és egyszerűen az emberek nem akartak egy ilyen vidéken élni, és nagyon érdekes, hogy ekkor ugye a hideg tette élhetetlenni ezeket a, ezt a vidéket, konkrétan Grönlandot, ma pedig a felmelegedéssel kapcsolatban pontosan az ellentetje, pontosan a meleg teszi élhetetlenné. Először az egyenlítő környékét és Észak-Afrikát azt lehet mondani, onnan is ugyanilyen oknál fogva az emberek úgy fognak dönteni, hogy kezd egyre inkább élhetetlenné változni az a környezet, amiben élnek. És ebben nagy felelőssége van az európai embereknek, a nyugati embereknek. És csak azért gondoltam, hogy erről érdemes beszélni, mert szerintem nem szabad annyival elhárítani a felelősséget, hogy globális klímaváltozás mindig is volt, most is van, ne törődjünk vele, illetve az ebből adódó problémákat sem lehet annyival elhárítani, hogy hát azok az ő problémájuk ott Észak-Afrikában hát az legyen Grönland problémája, meg a, legyen majd a hollandok problémája, akiknek potenciálisan elöntheti a víz az országukat. Mi ezzel ne foglalkozzunk, nekünk ezzel kapcsolatban felelősségünk nincs. Én azt gondolom, hogy egy olyan világban élünk, ahol a globális ellátóláncolatok, illetve az interkonnektivitás jegyében bármit is teszünk mi itt Magyarországon, az kihat az egész világ működésére. Ha ruhavásárlásról beszélünk, ha egyéb fogyasztási cikkeknek a használatáról, ha egy légkondicionáló beszereléséről és használásáról mind-mind kihatással van a mi kisebb környezetünkre, és ezáltal az egész földbolygónak a változásaira is, ezért én azt gondolom, hogy felelősséggel tartozunk minden változás iránt, ami akárcsak a földbolygó másik oldalán is történik. Nem azt mondom, hogy nekünk magyaroknak kell megoldanunk a globális klímaváltozással kapcsolatos problémákat, de részt kell venni a diskurzusban, tájékozódni kell, és felelős állampolgár módjára döntéseket hozni ezzel kapcsolatban. Vörös Erik, viking hajós, Krisztus után 982-ben fölfedezte Grönlandot. Azért hívták Grönlandnak, zöld földnek, mert egy valós tejjel, mézzel, vajjal, zöldel kánoán volt. Ugye nem egy nagy jégtábla, ahol csak fóka agyarral lehetett kereskedni egy idő után?